Sziasztok! Én szeretném minél hamarabb letenni ezt az egész okostelefon dolgot, sőt magát a telefont is. Valószínűleg nektek is leesett már az, hogy amit zajlik, amit kiépül, annak a legfontosabb, hogy mondjam, összetevőjét, meg a feltétele az az, hogy mindenki folyamatosan online legyen gyakorlatilag. Most egyelőre ezt ilyen mobiltelefonokkal oldják meg, tehát hogyha van neked egy mobiltelefonod, nem kell, hogy okostelefon legyen, az egy folyamatos, tehát az egy olyan nyomkövető, és egy olyan lehallgató készülék, aminek az üzemképességéről és egyáltalán, hát mondjuk csak akkor így, hogy az üzemképességről neked kell gondoskodnod gyakorlatilag. Tehát te saját magad aktívan biztosítod azt, hogyha van egy mobiltelefonod, és fizetsz is érte havonta, hogy folyamatosan legyél hallgatva, vagy lehetőség legyen arra, hogy téged lehallgathassanak, illetve, hogy folyamatosan el legyen tárolva az, hogy mikor, hol, merre jártál. Emlékeztetni szeretnék benneteket arra, hogy volt ilyen, nem tudom mennyire emlékeztetek, ez jó pár éve mondta, Magyarországon volt valamilyen vád, hogy néhány rendőr megerőszakolt egy izét, vagy legalábbis valami szexuális szolgáltatást igénybe vettek egy hölgytől, aki nem tudom, valami kihágást követett el, és akkor hogy hívják helyett, minek hívják ezt a büntetés helyett, pénzbeli büntetés, vagy bármi hasonló helyett. Igen, és még ez még bekerült, még a Bolgár Györgynek a műsorában is beszélt róla, és ott valaki betelefonált, és azt mondta, föltett a kérdés, mi van, hogyha ez a hölgy felajánlkozott. Ugye, ez csak így megmaradt bennem, tehát és ott, utána a nyomozás során, tehát az ügyben, tehát a nyomozás során felhasználták akkor azoknak a rendőröknek, akik meg voltak ezzel vádolva, a telefonjaiknak a celladatai, tehát a háromszögelés alapján úgy mondta, hogy be lehetett azonosítani méterre pontosan, hogy hol voltak, nyilvánvalóan, ha a telefon náluk volt, azt ugye meg nagyon egyszerűen meg lehet állapítani, hogy telefon nála van-e vagy sem, tehát hogy ugyanazok az örejek, meg ugyanazok a hangok hallatszanak a telefonban, mint egyébként. Na, ezt csak azért mondom, hogy azért most próbálok minél több ilyen témát, meg mindenkinek minél jobban válaszolni, mindenféle kérdésére, minden, és sokszor nekem egyszerűbb és gyorsabb. Én gyorsabban tudok beszélni, mint ahogy pötyögni a telefonon, úgyhogy ezért próbálok erre most így reflektálni mindenfélére. És minél gyorsabban, és akkor utána szeretném ezt lezárni, legalábbis ami a mobiltelefont illeti, hogyha fogok valaha így a hosszabb távú jövőben videókat föltölteni, akkor ez biztos, hogy nem mobiltelefonról. Legalábbis ez a terv. Pillanat. Őszintén szóval nem tudom, hogy hol kezdjem, de van itt egy nagyon kedves követőm, aki föltett egy több részből álló kérdést, Pálóczi Ibolyának hívják, és erre szeretnék először talán azzal kezdeném, hogy erre reflektálok. Ugye kérdezett a Fodor Sándorról kapcsolatban, hogy én is emlékszem a Fodor Sándorról régebbről, tényleg nagyon aranyos ember volt, meg minden. Azt kell megérteni itt, hogy nem tudom, tehát én soha nem jártam az ő gyülekezetében, ugye nem voltam az ő beosztottja, meg az ő alárendeltje, meg stb., mert ugye HG-ben ez így megy. Tehát, hogyha te valakinek a gyülekezetében jársz, akkor gyakorlatilag az alárendeltje vagy. Szellemi értelemben mindenképp, anyagi értelemben is, valamilyen szinten lelkileg is, stb., mert neked körülbelül annyit csinálhatsz egy pásztorról vagy egy előjáróval szemben a HG-ben, hogy kérhetsz engedélyt megkunyászkodni. Ugye ezek beleszólhatnak abba, hogy hova menjél dolgozni, hova nem menjél dolgozni, de tekintély alatt kell lenni, ugye ez van. Kit vehetsz el, kihez mehetsz hozzá, kivel tartasz kapcsolatot, stb. De ezek ugye itt vannak árnyalatok, tehát hogy ki mennyire. De ez úgy indul, gyerekek, hogy ez önkéntes alapon indul, tehát ez úgy, hogy te önként belehajtod ennek a rendszernek a jármába a fejedet, és akkor onnantól fogva, akkor ők jogot formálnak arra, hogy az életed minden aspektusába beleszóljanak. Vannak olyan emberek, akik kapcsolatban érzik, hogy ezek nem, és akkor azokkal nem is próbálkoznak. Tehát itt nagyon nagy része, ez rajtad múlik gyakorlatilag az egyszerű hívőn, hogy mennyire vagy hajlandó ennek alávetni magadat, meg mennyire gondolod ezt az egészet komolyan. Ugye, ezt már említettem, hogy beszéltem egy pásztor feleséggel, nem olyan rég, és akkor ő ezt megkérdezte tőlem, és hát komolyan ott mentem le hitbe, hogy miért, és megkérdezte tőlem, hogy mi ezt a komolyan vetted, mi ezt a komolyan gondoltad, ezt elhitted, hogy a Németh Sándor az Isten embere.
fogtam a fejemet, banyák, hogy ez most akkor, ez most komoly, tehát miért? És akkor ti nem hittétek el, és akkor úgy játszátok ezért az eszeteket így? És éltek ennek az egész rendszernek az izéjéből? Vagytok a haszonélvezői, meg minden, úgyhogy közben nem is hisztek benne. Ez elképesztő. Elképesztő. Tehát ez a hölgy, aki ezt tőlem kérdezte, ennek a férje volt a legnagyobb, hogy mondjam, propagálója ennek az elképzelésnek, hogy a Németh Csándor az Isten embere, meg ő a szolgálat ajándék, meg hogy ő nélküle nem lehet Istenhez kapcsolódni. Így, ahogy mondom. Értitek? Szóval, ez eszem áll meg. A lényeg, mit írtam ide pillanat? Ja igen, tehát azt akartam mondani, hogy ugye kérdezte az Ibolya, hogy ő átkozódott-e, nem átkozódott, amennyire tudom, legalábbis ez a rövid részletet, amit láttam az ő predikációjából, az egészet nem néztem meg, de ezt a rövid részletet, amit láttam, abban annyi történt, hogy ugye azt mondta, hogy eltemetett már olyan embereket, akik kritizálták az egyházat. Na most, és hogy nem érti ezeket az embereket, és hogy ez, nem is tudom már milyen szót használt, hogy teljesen, hogy ilyen értetetlen és elmebeteg dolog körülbelül, hogy kritizálják az emberek az egyházat, mert ugye ennek súlyos következményei lehetnek, ugye. És én szeretném mondani, hogy ugye utaltam már korábban rá, hogy van ilyen, hogy szabályszerű küzdelem, ezt írja a Biblia, hogy nem koronáztatik meg az, aki nem szabályszerűen küzd. Tehát hiába például mondjuk egy boxmeccsen, tegyük fel, de akár lehet az MMA, tehát ilyen ketrec harc, vagy ilyen mixed martial arts, tehát kevet harcművészetek, mit tudom én. Tehát például, ha most két férfi bemegy, stb. És elkezd küzdeni, ugye van a legesleg hatékonyabb módszerek, azok tiltva vannak konkrétan. Azok tiltva vannak. Például te bemegy egy izével, ahol mindenféle dolgot szabad csinálni, tehát lehet ütni, könyökölni, térden lehet rúgni, a lábfejjel lehet rúgni, ugye izével lehet, sinnel, mindenfélét lehet, mindenféle pörgőrúgást lehet csinálni, stb. De tökön rúgni például nem lehet a másikat. Hát miért nem? Mert ez nagyon gyorsan véget vett a küzdelemnek azért. És tehát az olyan, hogy onnantól akkor ugye ezeket a különféle más egyéb technikáknak, úgymond, tehát igazából irrelevánsá válnak abban a pillanatban, bemegy két ember, és mindenki csak azt nézi, hogy hogyan tudja másikat tökön rúgni, akkor vagy egyszerűen csak, szóval értitek, tehát, szóval mondjam nektek, hogyha tényleg úgy volna, hogy bármilyen eszközt lehetne használni, meg hát egyáltalán legegyszerűbb izélet, hát olyan indulatok vannak némelyik ilyen boxmeccs, meg ilyen ketrecharc, meg mit tudom én a során, hogy valami elképesztő. Tehát lehet látni, hogy legszerűen egy kanálvízben megfojtanak egymást. Miért nem csinálják meg? Ugye egy, vagy jó, akkor nem azt mondjuk, hogy egy kanálvízben, hanem legszerűen szinte megölnék egymást ott akkor. Tehát olyan indulat van bennük ezekben az emberekben. Miért nem teszik meg? Ha ennyire utálják egymást, miért nem teszik meg? Ugye? Tehát lehet látni, hogy úgy elszabadulnak bennük az indulatok, egy-egy, mit tudom én, sokszor még egy ilyen sajtótájékoztató során is, mert ugye megpróbálják egymást úgymond így ilyen intimidei, tehát így megfélemlíteni, meg igen, már előre, tehát úgy akarják megnyerni a meccset, mint hogy a Góliát akart a Dáviddal szemben megnyerni, hogy szépen nézzét elkezdett izéni, hepciáskodni, tehát magát fölhirigelni, meg minden, hogy ebb vagyok én, hogy bottal jösszem, és akkor elmagyarázza, és akkor mondta neki, és akkor mondja neki, hogy gyere ide, és akkor elmagyarázza neki, hogy meg fogom a hulláddal letetni az izéket, stb. Tehát, hogy ilyen félelmet üssön a Dávidnak a szívébe, és akkor ugye Dávid sem fogta be a száját, utána elmondta neki, hogy nem, én azt fogom csinálni, hogy én fogom a te fejedet levágni, és nem csak a te hulládat fogják azért a madarak, a farkasok meg a medvék fölfalni, hanem az egész seregedét is. És akkor szépen ugye proceedingelt, és akkor ez így is történt. Tehát de ott ugye tehát ezt a fajta ezért nem tehetjük meg úgymond egy boxmeccsen például, vagy bármi hasonló, meg a sajtótájékoztatóra sem mennek úgy, hogy na akkor beszóltál, elhúzod a pisztolyt és lelövöd ott a sajtótájékoztatón. Tehát ezt nem csinálják meg, de miért nem? Az egyik oka az nyilvánvalóan azért, mert akkor börtönbe kerülnek utána, és nem szeretnének börtönbe kerülni az emberek. A másik ok az az, hogy meg szeretnék nyerni a boxmeset, és szeretnének, hogy hívjákok lenni, bajnokok, ugye, és ezt ők is szeretnék. És ugye pontosan tudják, hogy ha nem szabályszerűen küzdenek, akkor nem koronáztatnak meg, ugye?
Ezért ugye csak annyira lehet csalni minden egyes ilyen izé, ilyen, hogyha, mert ugye csalni csalnak, tehát rendszeresen nagyon sokan csalnak mindenféle fajta formában, ugye ennek rengetegféle fajta formájában, és ugye állandóan ugye ezek a regulátorok, meg minden, meg a szabályok, ezek ugye próbálnak lépést tartani, rengeteg kreatív ilyen csalási módszerrel. Ugye van olyan, hogy az ember kvázi doppingol, úgymond előtte, ugye lehet olyat is, hogy valami olyasmit rak bele kvázi a kesztyűjébe, amitől nagyobban tud ütni, ugye, és akkor lehet olyat, hogy maga a küzdelem során valami olyan technikát alkalmaz, például belefog a másiknak a kesztyűjébe, például ugye a ketrecharcnál, de ugye rengeteg olyan, hogy amikor nem látja a mérkőzésvezető, akkor akkor csinál valami olyasmit, tehát akkor például törtökön térdeli a másikat, vagy ugye ez az eye poke az is nagyon gyakori, ez mondjuk az esetek többségében az ugye vétlen, tehát az véletlen, tehát úgy, ahogy bele nyúl a másiknak a szemébe, és ugye ez nem kell erősen belenyúlni, egész picit elég, és már akkor gyakorlatilag a másik harcképtelenné válik. Ugye? Van rengeteg olyan technika, amit meg se próbálnak alkalmazni, mert túlságosan átlátszó meg minden, de mégis be van tiltva, csak az egyértelműség kedvéért, tehát például torkot nem szabad támadni, ugyebár, tehát hogyha valakit jó erősen megütnek torkon, nem is kell jó erősen igazából, csak itt tudom én, az új hegyjel például, hát az sem egy kellemes dolog, és az is harcképtelené tudja tenni az embert. De van egy csomó ilyen dolog. Na most annyit szeretnék mondani, amikor a Fodor Sándor ilyet mond, és ezt én nem értem, és most, és utólag jöttem rá, hogy ezek az emberek nem, itt nem az a kérdés, tehát nekem is rossz volt a megközelítés, nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, de Fodor Sándor meg a hasonló ilyen embereknek a világában, nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy ki az erősebb. Ők ebbe gondolkodnak, tehát nekik az marhára tök mindegy, hogy most igazad van-e vagy sem. Tehát ezek az emberek nem ebbe gondolkodnak. Amikor a Fodor Sándor azt mondja, hogy hát ez egy micsoda izé dolog, hogy az emberek képesek ilyeneket csinálni, hogy megkritizálják az egyházat. Én temettem már el ilyeneket. És akkor látod, egy az egyben ugyanazt, hogy hívják ott, amit a Németh Sándor is csinál. Tehát hiába vagy te akárki, hiába vagy te Fodor Sándor, hiába vagy te Georgész, hiába vagy te Nagy Józsi, hiába vagy te Füzér Norbi, vagy akárki. Ha ennek a rendszernek a része vagy, szükségszerűen egy ugyanilyen, nem is tudom, mi a jó szó erre, egy ilyen öntörvényű, ugye, autonóm, öntörvényű ilyen, hát nem a Bibliának a szabály, meg a Bibliának a törvényei, tehát nem a szeretet törvénye fog téged irányítani, hanem egy öntörvényű valamivé válsz, és ennek a törvénynek a kiinduló pontja Németh Sándor, és ez a törvény, ez azt mondja, hogy aki engem, vagy az én rendszeremet megkritizálja, annak meg kell halnia. És ez így van rendben, és amikor ez megtörténik, akkor azt mondjuk, hogy halleluja. Értitek? Tehát ez így működik. Tehát azért mondom, hiába próbálsz te egy jó fiú, meg egy szép fiú, meg egy nem szép fiú, egy szép lelkű ember lenni, egy jó fiú, szép lelkű, szép, egy jó emberke akarsz lenni, nem megy. Tehát megvannak ennek a határai. És hogyha túlságosan népszerű kezdesz, és túlságosan sok ember kezd hozzád menekülni valaki másnak a rémural mellől, aki túlságosan is szolgáljon, és torságosan és hülyen utánozta le, úgymond Németh Sándornak a működését, mint például a Szaniter, vagy a Szekeres Gyuri, vagy más egyéb ilyen emberek, akiknek a gyülekezetéből tömegével menekültek el az emberek más gyülekezetekbe, akkor ugye az lesz, hogy előbb-utóbb utol fog téged élni a Németh Sándornak, ahogy hívják ki a Pitiáner féltékenysége, és meg leszel rendszabályozva. Nyilvánvalóan ugye most már egyre kevesebb ideje van hátra a Németh Sándor. Mint mindannyiunknak nyilvánvalóan, csak ő ugye már lehet látni, hogy tehát ővele kapcsolatban már megirattatott az ítélet, és valószínűleg annyi van, hogy tényleg az úr, ez része az ő büntetésnek, hogy végig kell nézni, hogy leszalámizódik úgymond a rendszere, és az, hogy olyan emberekkel kell összefognia, meg olyan emberekkel kell megosztania, meg olyan emberekkel kell osztozni a koncon, akikkel soha nem akart volna korábban, és ez valószínűleg az ő büntetésének úgymond az integráns része.
Nem kellett volna ezt az egészet így, ezt meg lehetett annyiszor, meg annyiszor lehetett volna ilyen course correction csinálni, de nem. Tehát annyit szeretnék csak mondani, hogy tehát hogy mondjam, tehát itt mondom, itt ez a legfőbb probléma szerintem, hogy ezeknek az embereknek, és mondom, ennek az egész rendszernek úgymond ez a rákfenéje valahol, hogy köze nincsen ilyen értelemben, meg más értelemben se, de köze nincsen a izéhez, a kereszténységhez, a krisztusizmushoz úgymond, tehát úgymond ahhoz, hogy tudom, hogy ez egy izmus, de az, amiért krisztusistának nevezték, úgymond. Jézus azt mondta, hogy arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. És aki nem szereti az embertársadalomban, nincs meg az atya szeretete. Tehát, és pontosan ez az a dolog, ami hiányzik, ami mindig is hiányzott a hitgyülekezetének a vezetőségéből. És ugye mennél közelebb kerültek az emberek úgymond a vezetőséghez, és mennél inkább ácsingoztak, hogy ők maguk is vezetők legyenek, annál politikolhatóbb volt az, hogy maguk is ugyanaz szeretetlen és kőszívű emberekké válnak, mint maguk ezek a vezetők. Mondom, itt van a probléma, hogy ez volt a gondolkodás, ez a hogy hívják, hogy ha az én rendszeremet, engem, az én működésemet, az én elhívásomat, az én rendszeremet megkritizálod, dögöljél meg körülbelül. És ugye azért imádkozom, mondta Németh Sándor, hogy legalább úgy járjanak, mint Kóré, elevenen süllyedjenek a pokolba. Mondta ezt ugye Németh Sándor, így nyilvánosan a színpadról. Hogyha nem térnek meg. Mit ért az ő a megtérés alatt? Az, hogy abba fejezik az ő kritizálását. Ugye? Mert aki őt kritizálja, az csak is és kizárólag ez megtéretlenség mi okán teheti ezt, ugyanis, mondja a Németh Sándor, én vagyok az Isten embere, én vagyok az Isten fölkentje, én vagyok a fölkent szolgálati ajándék, vagy mondatom ezt mindenki másról, és ugye ezt én soha nem utasítom vissza, és soha nem korrigálom ezeket az embereket, ergo hallgatásommal ezt aláírom. Ugye annyira intelligens mindig is volt, hogy ezt nem állt ki sose így a színpadon, és azt mondani, hogy én vagyok. Azért, mert ugye, ahogy ezt így egy-egybe kimondta volna, akkor sok embernek ugye felszaladt volna a szemöldök, és azt mondta, hogy igen, tudod mit, ott hagyunk. Igen, mint ahogy a izék mondták Roboámnak, a Izrael 10 törzse. De Roboám meg, igen, azt a gyerek vagy, akkor maradj egyedül, azt akkor csicskáztassad a családodat, azt mi meg kiszálltunk. Szóval, tehát azt szeretném mondani, hogy amikor van egy ilyen bármiféle fajta küzdelem, ugye, tehát amikor tényleg az mondja, hogy a jónak és a rossznak küzdelme van, vagy egyáltalán két ember, és el kell dönteni, hogy a két embernek az álláspontja között, és az általuk képviselt értékek, meg az általuk felvázolt valóság közül melyik az igazi, melyik a jó, és melyik a hamis, és melyik a gonosz, akkor ha ez a küzdelem, hogy mondjam, a racionalitás, tehát hogy mondjam, a racionális érvek, meg a logikus igen, a racionális érveknek a használatával zajlik, akkor ebbe személyeskedést például belevonni, például azért, mit tudom én, mint mondjuk az én esetemben, azt mondom, hogy kupleráj van a kert, az én kertem iszonyatos, néz most ki, mint egy disznó körülbelül. Tehát, hogyha azt mondod, hogy kupleráj van a kertedben, ergo, te egy hiteltelen ember vagy, ugye? Hát ez nem érvényteleníti valakinek az érveit. Jön egy ilyen vita, és erre valaki azt mondja, hogy bennem békétlenséget okoz az, amit mondasz, ergo nincs igazad. Tehát ez sem érvényes érv. Tehát ez szabálytalan küzdelem. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy megkritizálod az egyházat, ne csináljad basszus kulcs, mert én temettem már el ilyeneket, ez szabálytalan küzdelem. Mert ezzel gyakorlatilag megfenyegeti a másikat azzal, hogy lehet, hogy igazad van, még ez is. Tehát ezt az aspektusát nem fogtam föl korábban, és ezért nagyon hasznos, hogy ezeket a videókat így közzé teszem, mert sokszor azután értek meg csak valamit, hogy közé teszem ezeket a videókat, és érzékelem, hogy az emberek hogyan reagálnak rá, és már azonnal meghallom azokat a dolgokat, amiket gondolnak ők, és ezek között nagyon gyakran van olyan dolog, amit én kihagytam a számításból. Ez is egy ilyen dolog, hogy itt nem arról szól a Fodor Sándor világában a kérdés, hogy igazad van-e vagy sem,
hanem az, hogy erős vagy, annyira erős vagy sem, hogy a német Sándor meg az egész hídgyülekezetének az átok kommandója, meg a gyűlölete, meg az átkai, meg a rágalmai ellen, te talpon tudsz-e maradni, vagy sem. Tehát ezért ne kritizáld az Isten munkáját, úgy Isten munkáját, ezért ne kritizáld az egy haazat, mert ki fognak nyírni, világos. Tehát mert annyira az Isten munkája, hogy ki fognak téged nyírni, hogyha ilyen vagy olyan módon. Ez szabálytalan küzdelem. Tehát hogyha ez egyház, akkor nem él ilyen eszközökkel, akkor nem csinálja azt, hogy utána megy azoknak az embereknek, akik megkritizálják. És azt elmondanám, hogy ez nem csak azért igaz, hanem igaz más emberekre is. Tehát akik már kijöttetek a hídgyülekezetébe, vagy éppen sosem voltatok a hídgyülekezetének a tagjai, ha valami például az én működésemben nem tetszik, a mondjátok meg. Én is csak beszélek, én is csak érveket mondok, álláspontokat mondok, stb. Ugyanezt meg tudjátok csinálni, jó? Tehát ha engem úgy akar bárki elhallgattatni, hogy engem kicsinál, vagy engem a család, vagy nek a családomat kicsinálja, akkor legalább legyen magával szemben annyira őszinte, és vallja be magának, hogy egy közönséges bunkó, tahó, mafiózó vagyok. És nem vagyok keresztény, és nem vagyok hívő. Jó? Csak azért szeretném mondani, tehát, hogy gondolkozzatok már basszus egy picit. Tehát hihetetlen. Mondom, ez egy új fölismerés számomra, hogy ezek az emberek nem azért mondják ezt, amit mondanak, hogy ne csináljad, hanem azért, mert pontosan tisztában vannak attól függ, hogy melyik oldalon állnak, vagy a hídgyülekezete, és annak a vezetősége és átokkommandója, vagy a saját rossz indulatukkal kapcsolatban. Meg arról, hogy mire képesek, úgymond. Na, ez csak ennyi, tehát a Fodor Sándorral kapcsolatban egy kicsit bővebben. Én is észrevettem azt magammal kapcsolatban, hogy amikor korábban is, tehát megvan az amerikai identitása, hogy ő magát kinek tartja, és a világot maga körül milyennek tartja. Na most, amikor olyas valakivel találkozik, aki rámutat arra, hogy sem te nem vagy olyan, amilyennek magadat képzeled, vagy gondolod, vagy mutatod, sem a világ nem olyan körülötted, mint amilyennek te azt képzeled, mutatod vagy gondolod, akkor erre az ember rendkívül erős ingerültséggel reagál minimum, de nagyon gyakran gyilkos indulattal és bosszúvággyal. Ezt azért tudom meggyőződéssel mondani, mert én is így reagáltam például, amikor először, nem bosszúvággyal, de nagyon komoly ingerültséggel reagáltam, amikor először egy kisebb körben, például ez a laposföld kérdést valaki elkezdte nagyon finoman, de konzekvensen fölhozni. És olyan ingerültséget váltott ki bennem, hogy nem igaz. Pedig ez egy általam nagyon-nagyon tisztelt ember, és azután még jobban tisztelem, miután rájöttem, hogy igaza volt. Igen. De nem csak ez, hanem vannak más kérdések, és itt van például ez a kérdés, hogy a Szent Szellemnek, hogy ez a Szent Szellemtől volt ez az egész, hogy hívják, mi például Budapest sportcsarnokban ment annak idején, amint tényleg a fél világot fogta a fejét, és nem tudták eldönteni, hogy röhögjenek-e, vagy sírjanak, ami ott zajlott a Budapest sportcsarnokban. Tehát nagyon sok mindenre jó volt, csak egy dologra nem arra, hogy az Úrnak a nevére dicsőséget hozzon, és hogy az embereket megérintse. Igen, de minden másra jó volt, tehát konkrétan, tehát el lehet olvasni a kommenteket, meg mit tudom én, tehát szóval, na mindegy. Ha csak tényleg azt nézzük, hogy a gyümölcsöket, és akkor utána ugye rá néhány éven belül gyakorlatilag történt egy szakadás. Azelőtt nem volt ilyen, hogy a gyülekezetben egy nyakrafőre elváltak volna az emberek, mert gyakorlatilag még a vezetőség, a tagja még áldásukat is adták volna, erre az aztán végképp. Meg hogy a vezetőségből is megtörtént volna ilyen, hogy valakinek fölbontják a házasságát, meg aztán a vezetőknek a gyerekének fölbontják a házasságát így, és az egész egy borzasztó nyilvános megszégyenítésé, süllyed, meg mit tudom, elképzelhetetlen volt abban. Gyerekek, hogyha csak a gyümölcsök alapján nézzük azt, hogy mi történt, hogy ez mi volt, tehát csak a gyümölcsök alapján próbáljuk azt, megállapítani, hogy ez az egész úgynevezett új hullám, vagy nem tudom, minek, sok mindenek neveztük akkoriban, hogy ez igazából mi volt, ha csak a gyümölcsökből indulunk ki, és még csak elfelejtjük még azt is, hogy a Biblia, hanem csak a gyümölcsöket nézzük, hogy Jézusnak ezt a izét veszük, hogy a jó fa nem teremt rossz gyümölcsöt, romlott gyümölcsöt, és fordítva, ez az egész, a gyümölcsök alapján ez az egész biztos, hogy rossz volt. Tehát maga az egész így unblock.
Erre nem tudok más mondani. Én örülnék, hogyha nem így volna. Ez nekem is egy nagyon-nagyon fájdalmas felismerés volt. Nagyon. Hozzáteszem, mondom, én magam nem sikerült sosem ezt, és mindig, és tudjátok, nagyon-nagyon fájt nekem akkor, és nagyon-nagyon megaláz, egy másodrendű, semmi perc alatt, akármilyen hűséges, meg akármilyen elkötelezett tagja voltam, úgymond, tudjuk, hogy nincsen tagja a híd gyülekezetének, csak látogatói, igen, ezt nem én állapítottam meg, de ez egy nagyon találó megalapítás, de akármilyen elkötelezett, úgymond, látogatója voltál évtizedek óta a híd gyülekezetének, de ha ott akkor nem tudtad hozni ezeket a megnyilvánulásokat, akkor valami baj volt veled, és egy másodrendű hívővé lettél degradálva gyakorlatilag, hogyha nem tudtál rászkódni, nem tudtál, hogy hívják, futni, nem tudtál ilyen mindenféle ilyen önkívületbe esni, meg mit tudom én, és én bevallom őszintén, hogy nem tudtam. Tehát, és emiatt én egy másodrendű zenek éreztem, és nagyon-nagyon fájdalmas volt. Nagy, komolyan mondom, tehát olyan fájdalmas érzés volt ez, akkor emlékszem, hogy én ezt nem tudom ezeket csinálni, stb. És utólag az ember most már úgy van vele, hogy valahol hálás neki, hogy nem sikerült hozni ezeket, ahogy hívjákokat. De ott akkor nagyon-nagyon rossz érzés volt. Ugye kérdezett az Ibolya a Görbic Tamással kapcsolatban például minden, hogy hogy lehet, hogy ilyen okos ember, és hogy miért csinálja ugyanazt, miért viszik tovább ugyanezt, mint amit a HG-ben tanultak, hát ez számomra is egy érdekes kérdés. Nem nagyon tudom rá magyarázatot, de az egyik az nyilvánvalóan ezt véletlenül tudom, tehát hogy például az oltás kérdésben azt tudom, hogy konzekvensen ugyanúgy a rossz oldalra álltak, mint a hídgyülekezetnek a vezetősége, legalábbis a Görbic az biztos, a többiekről nem tudom. Én szerintem, amikor az van, hogy valaki magát egy közösség egyszemélyi, vagy akár egy ilyen trojka, vagy egy ilyen kvartettnek a formájában a vezetőjének tartja, és egy ilyen súlyú kérdésben így eltaknyol, szerintem azonnantól fogva gyakorlatilag a teljes életére diszkvalifikálta magát az ügyben, hogy nem, hogy, hogy egy ilyen közösséget, de akár még a saját családjának a vezetésére is alkalmas legyen, én ezt mondanám egyszerűen. Tehát aki ezt így benézi, aki egyébként elvileg egy rendkívül intelligens ember, Görbic Tamás, aki ezt így benézi, szerintem hogy mondjam, nem is azt mondanám, hogy morálisan, mert ez nem alapvetően nem morális kérdés volt, hanem talán azt mondanám, hogy azt mondanám inkább, hogy talán szellemi kérdés volt, de szerintem az ilyen ember az elbukott konkrétan. És nem azt mondom, hogy nem lehet ebből fölállni, de ez, én megint csak ezt mondom, nem tudok más vizét jobbat mondani, ez nyilvános megtérés, nyilvános bűnbánat, stb. És akkor ugye az embernek mi azt is nyilvánvalóvá kell tennie, hogy mit fog az ügyben tenni, hogy ezt a jövőben ilyesmi ne forduljon elő. Mert egyébként szerintem, hát most mi a garancia arra? Ha ezt így benéztétek, mi a garancia, amikor jön majd a fenevadbénem, ugyanúgy be fogjátok nézni, ugyanúgy be fogjátok, és meg fogjátok ideologizálni. Hogy az Úrnak nem akarata, hogy te ne tudjál adni és venni. Az Úrnak nem akarata, hogy te ne tudjál adni és venni. Vedd fel azt a izét bélyeget. Légy engedelmes! Borbélyóc ott fogja rázni az öklét, figyeljétek meg. Légy engedelmes! Vedd fel a fenevad bélyegét. Én számomra ez is annyira egyszerűen megdöbbent, és az agyam ledobja az égszíjat, hogy a magyar, hogy mondjam, szókészletben, a magyar, hogy hívják benne, ezt így mondták, hogy vedd fel az oltást. Fölvenni az oltást. Még a szó szintjén is ugyanaz az ige van ott, mint a fenevad bélyegének a fölvételénél. Mi az, hogy fölvenni egy oltást? Nem fölveszed az oltást, basszus, az beléd döfik azt az oltást. És nem is oltás, hanem egy marás gyakorlatilag, egy szintetikus marás, ahogy azt a kezdetén megmondtam. Az eszem áll meg. Na, haladjunk az tovább. Igen, tehát ez az oltásokkal kapcsolatban, ez az oltás ugye ez arról szólt, ez most már tényleg, én azokon nem tudok azokon az embereken segíteni, tényleg, én nem látok reményt azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik idáig ezt tagadták, hogy ez igazából micsoda és miről szól. Tehát amikor ugye az Elie Wiesel mondta talán azt, hogy amikor valaki, azt mondta, hogy számára a holokausznak kvázi úgymond a legfontosabb tanúság az volt, hogyha valaki azt mondja neked, hogy meg fog ölni, akkor vedd ezt komolyan, akkor higgyél neki. Tehát ennyi. Tehát amikor valaki neked előre megmondja, hogy te túl vagy népesedve,
túl vagy népesedve, le kell csökkenned, mint népesség, akkor gondolj ezt végig, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. És amikor egy ilyen ember az odaállít hozzád egy olyan ilyen fecskendővel, amiről fogalmad nincsen, hogy mi van benne, nem voltál ott, nem tudhatod, mi van benne, amit viszont tudhatsz, az összes dolog, amit viszont tudsz ezzel az egésszel kapcsolatban, az mind azt üvölti neked, hogy téged ezek az emberek ki akarnak nyírni. És ez nem paranoia, hanem megmondják. Tehát amikor az van, hogy az összes ilyen, tehát kétféle ilyen, hogy hívják, gyártó volt, akik ezeket a vakcinákat gyártották, gyerekek, csak hogy világos legyen. Kettő. Két csoportba lehet osztani az összes gyártóját ezeknek a vakcináknak. Az egyik az, akiknek egy borzasztó rekordjuk volt azzal kapcsolatban, hogy a múltban hogyan reklamírozták, és milyen termékeket reklamíroztak. Tehát egyszerűen tehát az őszintétlenségnek és a tudatos félrevezetésnek úgymond a legdurvább példáit prezentálták, úgymond. Tehát az összes, tehát nem csak a marketingjeik során, hanem maguk a termékeiknek úgymond az összetevője és a mellékhatásai kapcsán. Ugye az egyiket, az most ugye volt a Pfizer, GlaxoSmithKline, meg a Merck, azt hiszem ezek voltak, amelyeknek a legnagyobb ilyen iszik. De hát ugye van a Bill Gatesnek a saját, hogy hívják ki, az N-betűs szervezet. Igen, hát nem emlékszem most így hirtelen. És van egy Rohedli másik, ugye? És az egyik az kurvákat használt Kínában a izéknek a megvesztegetésére, a törvényhozóknak a megvesztegetésére, hogy az ő termékeiket részesítsék előnyben. A másik a Pfizer az azt hiszem a legnagyobb, a legnagyobb összegű peren kívüli megegyezésre tartja mai napig a rekordot az összes a történelem során, a Pfizer, ja? Azért mert hazudott konkrétan. Szóval a izének is volt valami, mindegyiknek volt legalább egy olyan botránya, amiből mindenki számára világosnak kellett volna lennie, hogy ezek nem jó szándékú cégek, mondjuk így. Ezek nem filantrópok, ezek nem jót akarnak, ezek pénzt akarnak, és marhára nem érdekli őket az, hogy milyen áron. Minimum. Rosszabbik esetben pedig aktívan, úgymond le akarják csökkenteni a népességet, és aktívan részt vesznek ebben a történetben. Igen, a másik csoport, akik elkezdtek vakcinákat gyártani, meg hirtelen újonnan beröfentett cégek voltak, akiknek meg semmiféle fajta tapasztalatuk nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát két ilyen csoport az égnek, akik volt tapasztalata, tehát, hogy mondjam nektek, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne szépen megfogalmazni jó analógiával. Lehet jobb, hogyha nem hozok föl semmilyen analógiát. Vagy mondjuk úgy, egy olyan, mint hogyha ha két választásod lenne, hogy mit tudom én, mondjuk egy olyan szívinfarktusod lenne, nem is tudom, mert hagyjuk ezt a szívinfarktust, nem, mondjuk, legyen mondjuk valami olyasmi sérülésed volna, tegyük fel, egy olyan, mondjuk egy lőtt seb, stb., és vérzel elfelé, és ki kell venni a golyót, meg mit tudom én, és össze kell varni, úgymond, tehát ki kell fertőtleníteni sebet, össze kell varni, stb., meg kell állítani a belső vérzést, stb., és két lehetőséged van. Egy olyan sebészhez tudsz menni, aki ideig az összes, hogy hívják, ját meg kinyírta, nagyon tapasztalt, több izére, hogy hívják, több évtizedes komoly szakmai tapasztalat van mögötte, ugye? De mindegyik páciense idáig meghalt, vagy rögtön az műtét során, vagy néhány hónapra rám, mit tudom én, vérmérgezésben, vagy azért, mert benne felejtette az ollót a sebben, vagy valami hasonló. Ugye? Tehát ez az egyik lehetőséged, a másik lehetőséged meg egy olyan, aki nem az, hogy most jött ki az egyetemről, hanem még el sem kezdte az orvosi egyetemet, de ő a másik lehetőséged. Oké? Tehát egy olyan sebész, aki még sebésznek készül, és nagyon-nagyon lelkes, meg minden, csak még életében nem ütött meg soha senkit, és még nem is végezte el az orvosi egyetemet. Na hát körülbelül, tehát amikor választanod lehetett, hogy milyen gyártó által beadható vakcinát adj be magadnak, ez körülbelül ez a két választásod volt. Szóval, de nem, ugye mentek az emberek, mint ökör a vágóhídra, ugye? És ezek az emberek, Görbic Tamás, Németh Sándor, Ruf Tibor, Borbély József, tudom, hogy nem fog a Ruf Tibor ülni, hogy együtt egy őzébe emlegetem a Görbic Tamással, de sikerült egy csoportban navigálnia magát vele. Egy lapra kerülni. Igen, tehát az oltások, ezek emberéletekről szóltak.
Konkrétan. Ami pedig azért a bibliai kozmológiát illeti, az pedig a teremtővel való kapcsolatodat és a teremtőnek és a megváltónak a szava hihetőségéről szól gyakorlatilag, és a vele való kapcsolat teremtésnek a lehetőségéről. Erről szól. Ez a legfontosabb implikációja. És aki ebben is eltaknyol, és ebben is konzekvensen a rossz oldalra áll, és nem az, hogy hogy mit tudom én, hogy hanem meg sem vizsgálja. Hanem meg sem vizsgálja. És olyan emberek, akik neki jó barátai elvileg, azokra nem hallgat sem oltásügyben, sem ebben a kérdésben. Én azt mondanám, hogy nem, vannak olyan emberek, akikkel tényleg nem lehet mit kezdeni. És akkor ide kanyarodnék innen, hogy gondoljatok bele, hogy biztos vagytok így ezzel sokan, hogy próbáltatok úgymond lépést tartani. Próbáltatok lépést tartani ezzel az egészen, hogy mi a jó fene zajlik itt. És hogyha teljesen nyitott voltál úgymond arra, és hajlandó voltál szembenézni a brutális valósággal, és nem utasítottál el valami csak azért, mert hogy ez túlságosan ijesztőnek tűnik, ugye, benne nagyon sokan ezt csinálták, ha ilyen, hogy mondjam, izével mentél bele, hogy tehát bevetted úgymond a, ha jól emlékszem, piros pirulát, tehát, hogy hajlandó voltál szembenézni, úgymond az inconvenient, inconvenient. Hogy mondják az ilyet? Milyen igazsággal, vagy uncomfortable, inconvenient truth, nem emlékszem pontosan. Tehát ez a úgymond a nagy büdös valósággal, mondjuk így. Tehát, hogy igazából mi van, hogy mi a helyzet, ne felejtsük el, hogy a Szent Szellem az a valóságnak a szelleme. A valóság, tehát a valóság. Az aléteja. Az aléteja az a elfedezetlenség, eltakaratlanság, tehát a föltártság, nyíltság, tehát az, amikor a dolgokat úgy látod, ahogy azok vannak, és nincsen semmiféle filter a valóság és a te érzékelésed között. Tehát a között, hogy a valóság micsoda, és az, hogy a te benned az hogy csapódik le. Ebben nincsen semmiféle filter. Még a saját filtered sincs benne. Tehát még az sincsen, hogy a saját agyad. Na akkor lehet azt mondani, hogy a Szent Szellem által vagy képes látni a dolgokat. Ez az alétája. Ez az, aminek a szelleme, a Szent Szellem, az Istennek a szelleme. Na, amikor ezt így képes vagy látni, és így állsz hozzá, így állsz neki egy dolognak, hogy azt mondod, hogy hajlandó vagyok nem csak nézni, de látni is. Amikor így állsz neki, és így alig tudtál lépést tartani, hogy megérteni, hogy igazából mi a fene zajlik itt. Ugye, mert olyan sokáig éltünk, úgymond a fejünket a homokba dugva, hogy amikor elindult ez az egész dolog, akkor nagyon-nagyon gyorsan kellett úgymond kapkodnunk a fejünket, és a legtöbbünknek nem volt. Ugye van ez a talán Krisnás srác, nem emlékszem írt a nevére, valamilyen Sanyi, valamilyen Sándor, aki végig dokumentálta ezt az egészet igazából, és sokan mások is voltak, de Magyarországon talán ő volt az, aki a legkonzekvensebben az elejétől fogva úgymond ezt az egésznek, a kommunikációját, meg hogy a mindenfélét így folyamatosan és dokumentált gyakorlatilag. És hát csak egyáltalán úgymond ennek az egésznek úgymond egyáltalán követni, hogy mi a fene történt itt, az is egy iszonyatos kihívás volt sokunknak a számára. Úgyhogy közben még dolgozni, meg közben még ugye a családdal is foglalkozni, meg másokat is megpróbálni figyelmeztetni, de egyáltalán, hogy meg elkülöníteni, hogy mi az, ami tényleg egy jogos, hogy mondjam, felvetés, és mi az, ami sanszos, hogy egy ilyen szájobb, tehát egy ilyen, minek hívják az ilyet, ilyen tudatos, ilyen gumicsont bedobások pontosan az elit által, úgymond, vagy a mainstream által, azért, hogy hiteltelenítsék a jogos kritikákat, meg a jogos felvetéseket. Tehát ugye megvan. A lapos oldal kapcsolatban is megvan ugyanez, hogy vannak olyan komplex csoportok, amiket azért hoznak létre, hogy lejárassák az egészet, és ott mindenféle elmebetegségeket ők közé tesznek, pontosan azért, hogy az igazit lejárassák ezzel. Ez ugyanúgy megvolt az oltással kapcsolatban is, tehát hogy bedobtak olyan dolgokat, amiket így, hogy körülbelül arra volt jó, hogy lejárassák az oltásokkal szembeni valódi, hiteles, úgy mondjam, fenntartásokat, tehát amiket belátható és bizonyítható volt, de bedobtak mellette mindenféle mást is. Ugye? És most, amikor az emberi próbált, hogy ezek között elnavigálni,
Ez önmagában is egy hogy mondjam, tehát amikor erre nyitott szemmel, meg nyitott füllel, egy nyitott elmével az ember próbálta követni igazából a történéseket, az, aki ez így is egy nagyon komoly ilyen ride volt, ez így is egy nagyon komoly hullámvasút volt, és elég rendesen, úgymond sokunknak, úgymond ilyen zilált lett a haja, meg az egyensúlyérzéke is egy picit megborult, úgymond a végére, hogy te jó ég, mivel kell szembesülnünk. Na most képzeljétek el azokat az embereket, akik idáig tagadták mindezt. Szerintetek van esély, őszintén, van esély ezeket az embereket felzárkóztatni? És van esély arra, hogy ezeknek az embereknek ezt fölfogják? Hogy igazából mi történt? Most mondok egyetlen egy példát. Nekem volt a legutóbbi főnököm, akinél dolgoztam, egy ilyen fixed contract volt. Pontosan ez az időszak alatt, amikor velünk történt ez a borzalmas megpróbáltatás. Igen, ez körülbelül 2 hónap ért véget nagyságrendileg ez az izé, és az a főnököm 4-szer oltatta meg magát, 4-szer. Majd utána volt annyira korrekt, hogy elmondta azt, hogy most már nagyon-nagyon bánja, hogy beoltatta magát, és azt mondta, hogy szerint ez volt az emberiség történetének a legnagyobb átverése. Ezt mondta. És ugye azóta rendszeresen orvoshoz kell, egy kutyabaja nem volt előtte, egy iszonyú, olyan erős, mint egy bivaj, és egészséges, meg minden, és kutyabaja nem volt előtte semmi, és azóta, tehát nem tud úgy dolgozni már, mint előtte, és rendszeresen orvoshoz kell járni, és véletlenül úgy hát kiderült, hogy az egyik beavatkozás, amit rendszeresen meg kell csinálni, az az, hogy kap közvetlen a májába egy injekciót rendszeresen. Különben a mája az izé fölmondja a szolgálatot. De aztán ugyanez az ember, amikor beszélgettünk a izéről, ugye ő neki föl, hogy hívják voltam, tehát beszélgettünk sok mindenről, vele meg a kollégákkal, amikor mentünk munkába, meg minden, meg jöttünk onnan, és beszélgettünk ugye a Laposföldről is, meg mit tudom én, meg a chemtrailekről, stb. És akkor volt egy pillanat, és akkor, amikor például mondtam neki, hogy nézzem föl az égre, mondom, most nézzem föl az égre, kérdeztem, mit lát. Mondta, hogy mit lát. Mondom, nézd meg a felhőket ott balra, körülbelül mit tudom én, elnézést. Mondom neki, hogy nézze meg körülbelül 10 óránál a felhőket, és nézze meg körülbelül 2 óránál a felhőket. Gyönyörűen lehetett látni. Kérdezem, mit lát? Mondja, hát igen, látja a felhőket. Mondom, látja, hogy meg van világítva naptól? Azt mondja, igen. Mondom, látja azt, hogy a nap által megvilágított oldalát a felhőknek, azt egy-egybe látja. Tehát nem, mintha mi irányból jönne a nap, de úgy, mintha a nap az nem messze volna, kvázi, hanem közel, hozzánk közel volna, mintha a nap, tehát így mutatom, mintha itt lenne a nap, itt lenne a két felhő alakzat, és itt volnánk mi. Mintha egy ilyen rombusz zárna be, majd, hogy nem egy négyszöget. Zárna be a nap, a két felhő alakzat, és mi. Mert egy az egybe lehetett látnia a felhőknek a nap által megvilágított oldalát. Nem teljesen felénk fordulva, de egy félig felénk fordulva. Egy bizonyos szög alatt, de láttuk, lehetett látni a felhő alakzatnak a nap által megvilágított oldalát. Föltettem neki a kérdést. Mondom neki, látod? Igen, igen. Mondom, ez hogy lehet, hogy akkor a nap 93 millió mérföldre van tőlünk? Így rám nézett, azt mondja, és tényleg, így, ennyi volt. Mondom, tehát, de ugyanez az ember azt mondta nekem, hogy nem léteznek, ez a chemtrailezés, ez nem létezik. Tehát nem létezik az, hogy szúrnak bennünket konkrétan ilyen alumíniummal, meg más egyéb ilyen dolgokkal. Ellenére annak, hogy ez most már bevallották, ez úgy mondják, hogy geoengineering, tehát időjárás módosítás, azzal a címszóval, hogy majd az alumínium, ez a nagyon finom alumínium por, amely ugye egy neurotoxin, természetesen, mert miért ne, az majd vissza fogja verni a napnak a sugarait, mert túl vagyunk melegedve, van megint egy baromság, természetesen ezért kellett átnevezni a global warmingról, a climate change-re, mert ugye kiderült, hogy nem feltétlenül és magától értetődően ez hőmérséklet emelkedés, hanem van, ahol hőmérséklet csökkenés éppenséggel, és kezdett kellemetlenné válni, hogy gyorsan átnevezték, és akkor most már nem a globális felmelegedés ellen harcolunk, hanem a klímaváltozás ellen harcolunk természetesen, mint hogyha ezt mi okoznánk természetesen, mert persze, hogy mi okozzuk. Csak ugye ezt is 1000 ember bebizonyította már, hogy a megnövekedett, hogy mondjam, a Földet ért, megnövekedett napsugárzás következtében
nő meg, pontosabban a, minek hívják igen, az, ha jól emlékszem, annak következtében növekszik meg a Földön minek hívják, a széndioxidnak a mennyisége, és nem fordítva. Tehát nem az van, hogy túlságosan tök sok széndioxid lesz, és akkor attól fölmelegedik, azért nem fordítva van. Tehát, de egy a széndioxidnak is a levegőben úgymond az aránya az elhanyagolható. Elhanyagolható gyakorlatilag. És múltban is történt már több fölmelegedés, úgymond globális, tehát több az egész földre kiterjedő fölmelegedés és lehűlés is volt, amikor ezt még biztos, hogy nem lehetett ráérni az emberi tevékenységre, nek a számlájára, úgy, ahogy van, mert egyszerűen Ád egy nem volt annyi ember, Ád kettő nem csináltak semmi olyasmit, amivel érdemben, ahogy most sem, igazából, tehát, de mindegy, hagyjuk. De akkor biztos, hogy nem csinálhattak semmi ilyesmit, ez bőven az ipari forradalom előtt volt, tehát akkor már volt, úgymond, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy mondom neki, hogy, hogy ez sajnos egy létező dolog, az, hogy nem. Mondom, miért? Miért gondolja, hogy ez nem? Erre azt mondja, hogy azért, mert beszélte egy pilótával, és a pilóta mondta neki, hogy nem, mert van egy olyan van egy olyan gomb, amit neki külön meg kell nyomni, a bizonyos izéken, és amikor, és hogy onnan lehet tudni, hogy nem, mert hogy van egy külön gomb, amit meg kell nyomni, és hogy ez a bizonyíték. Tehát az a bizonyíték, és hát értitek, tehát az, hogy van egy külön gomb, amit nekik meg kell nyomni, az a bizonyíték, hogy nem permeteznek bennünket. Ami ilyen felvételeket láttam máshol, mert rengeteg ilyen felvételt láttam, lehetett látni, hogy megy a repülőgép fönn az égen, és nem húz kondens csíkot. Aztán egyszer csak elkezd húzni valamit, egy ilyen csíkot, elrepül egy bizonyos terület fölött, aztán megint elzáródik ez a dolog, nem megy tovább, és akkor utána van egy olyan, hogy tesz egy kisebb ilyen izét, ilyen, hogy hívják, ott így irányt vált, meg mit tudom én, és akkor megint elkezdi szórni ezt a dolgot. Ugye, olyat is lehet látni, erről láttam én, tehát saját szabad szemmel is láttam, ilyet felvételt is láttam róla, rengeteg ilyet is láttam, hogy úgy van összecsíkozva az ég, hogy gyakorlatilag semmiféle, hogy mondjam, logikus magyarázat nincsen rá, egyáltalán, hogy ez miért maradott egy napig, hogy mit tudom én, és miért van az, hogy ilyen iszonyatosan lassan szétterül, meg mit tudom én, nem úgy viselkedik, mint egy normál kondenscsík, mert az ugye maximum 1-2 percig maradott, és utána úgymond eltűnik az égről. Ez viszont ugye ott marad komplett hosszú órákon keresztül, és nagyon-nagyon szép lassan is szétterjed. És lesz belőle tényleg egy ilyen fátyol felhőszerűség gyakorlatilag. Már nem emlékszem, minek hívják azokat. Cirrus felhő, gondolom, valami ilyesmi, emlékszem már. És na mindegy. Értitek? És akkor ugye az ember, itt akkor ugye az embernek az agya ledobja az égszíjat, és azt mondja, hogy hát bíró, nincs több kérdésem. Tehát egyszerűen van az a pont, ahol az ember azt mondja, hogy ez ugyanaz, mint most nemrég láttam egy ilyen vitát, egy ilyen hogy is hívják ezt a kis fekete sapkás fickot, valami Tim valaki. Ő vitatkozott egy ilyen abortuszpárti csávóval, és azt mondja neki, hogy nem lát, nincsen az a semmiféle probléma, ugye, hogyha ezért, tehát hogyha kisbabát azt, ezért, mert hogy az a nőnek a teste. Erre megkérdezi tőle ez a srác, hogy és akkor, ezért, akkor ezt a mesz, tehát ezt a kristály, ez minek hívják ezt a, tehát ez a drog, tudjátok, ez amit mesznek hívnak. Tehát, hogy az akkor a terhes anyukák azok, nyugodtan kábítószerezzenek ilyet, az ne legyen büntethető, akkor csinálhatják azt is. Azt mondja, nem. Azt mondja, miért nem? Az ő teste. Erre azt mondja, hogy hát azért, mert hogy egy izét, mert egy kisbabát veszélyeztet. És ugye az ember akkor ott áll, hogy tehát amikor meg akarja konkrétan, tehát ki akarja izélni, abortálni akarja a kisbabát, akkor az az anyának a teste. Na de abban a pillanatban, hogy nem így aktívan, konkrétan egy sebészhez bemenve, úgymond, igen, vagy egy orvosi kórházba bemenve, hanem saját maga úgymond bevesz egy olyan, hogy hívják ott, ami potenciálisan és valószínűsíthetően károsítani fogja a magzatot, na akkor viszont már kisbaba veszélyeztetés, gyerekveszélyeztetés, börtönben a helye. Szóval, értitek? És ott basszus kulcs, egy percen belül egyiknél azt mondja, hogy ez nem, az anyának a teste, a következő mézében egy percen belül meg elmagyarázza, hogy azért, mert az egy kisbaba. És nem esik le neki.
Értitek? Nem esik le neki. Tehát én azt mondanám, hogy nekem nagyon erősen az a benyomásom, hogy lehet, hogy nekem is abba kell hagynom majd tényleg ezt a izét, ezt a, ez a, hogy mondja, nem, ez az alapos föld kérdésben ezt, hogy hívják ott, mert vannak olyan emberek, akik menthetetlenek. És ugye azért van, mert azt írja a Biblia nyilvánvalóan, hogy nem szerették az igazságot, és nem fogadták be az igazságnak a szeretetét, azért Isten odaadta őket, úgymond arra, hogy a hazugságnak higgyenek. Tehát ilyen létezik. Tehát amikor az ember nem hajlandó, és tudatosan ellenáll az ének, és kezdem megérteni, hogy mi az igazságnak, akkor elképzelhető az, hogy a teremtő fogja úgy gyakorlatilag őt átadni, úgymond arra, egy olyan állapotot enged meg, és vele, az ő lényében, hogy egyszerűen immunissá válik, úgymond ezért a logikára, úgy, ahogy van. Egyszerűen immunissá válik, tehát egyszerűen képtelen. És nagyon érdekes az is, hogy azt írja a Biblia, hogy azok is kimaradnak, kint fognak maradni kvázi, tehát nem örökölhetik az Istennek az egyeduralmát, a királyságát, a teremtőnek az uralmát, ugye, ami jogos uralom lesz, tehát jogszerű lesz, és végre az lesz, hogy az igazság fog uralkodni, és nem az lesz, hogy tényleg, na mindegy, hogy a gonoszok meg a szemetek lesznek azok, akik mindent megengedhetnek magunknak, és bármit megtehetnek következmények nélkül, látszólag, vagy sokáig. Nem fogják ezt örökölni azok, így írja az írás, aki szereti és szólja, vagy megteszi a hazugságot. Aki szereti és megteszi a hazugságot. Ez is nagyon érdekes, hogy azt írja, hogy megteszi a hazugságot. Tehát a hazugságnak van egy olyan arca, van egy olyan, hogy mondjam, egy olyan ilyen vetülete, ami már gyakorlatilag, tehát egy tevékenység, tehát nem csak egy véleménynyilvánítás, vagy valami, hanem tevékenység. Tehát amikor valaki, tehát, és ugye ezt gyönyörűen prezentálják azok az emberek, például akik, hogy például ebben a kényszeroltás kérdésben például egyszerűen rossz oldalon állnak. Mert hogyha nem fogod föl, hogy ezek az oltások, meg általában az oltások nem, hogy nem védenek semmi ellen, hanem konkrétan rendkívül súlyos károkat tudnak okozni. És nem nézel azzal szembe, hogy történelmileg is soha nem tüntetett el egyetlen egy járványt, egyetlen egy oltás sem, így, ahogy mondom. Majd lehet, hogy kéne csinálni valamiféle ilyen drive-ot, valami, és oda föltöltök ilyen, hogy hívják ott. Bár lehet, hogy már nincs értelme. Mert azok az emberek, akik idáig tudták, azok ezután is fogják tudni, akik még idáig ezt tagadták, azok ezután is fogják tagadni. Nagyon régóta reklamírozom ezt a könyvet, meg lehet találni az interneten, fönn van egy website, és az a neve, hogy Dissolving Illusions, rendesen, grafikákkal, grafikonokkal, meg korabeli képekkel, be van ez bizonyítva úgy, ahogy van. Egyetlen egy járvány nem tüntetett el, egyetlen vakcina sem soha. Mindig ugyanazok okozták ezeket az úgynevezett járványokat, amiknek a leküzdését azután hazugul a vakcináknak tulajdonították. A következők okozták ezeket a járványokat. Rossz, szennyezett levegő, szennyezett innivaló víz, szennyezett és rossz, romlott étel, zsúfoltság és stressz. Ezek. Remélem felsoroltam az összeset. Akkor nyilván ezt hozzávehetjük még a izét, tehát a minek, a sugárzást. Tehát a sugárzás is. Tehát ugye amikor először álltak elő például a izével, a radarral, ugye az is, tehát az közismert volt akkor, hogy akik túl közel voltak hozzá, meg ennek hatósugarában voltak, hát ez gyakorlatilag az egy halálos ítélettel volt ekvivalens. És hát most meg ugye ennél sokkal durvább dolgokat, nem nagyobb teljesítményű, még, de viszont a frekvenciáját tekintve sokkal károsabb, hogy hívják, dolgoknak vagyunk két évet. Nem véletlen, hogy azoknak, amikor egy lakóháznak a tetejére föltesznek, egy toronyháznak vagy egy magas háznak a tetejére föltesznek egy ilyen 5G ilyen antennát, meg mit tudom én, akkor azért pénzt fizetnek az ott lakóknak. Azzal szúrják ki a szemüket, mert pontosan tudható, hogy azok, akik a legfelső szinteken laknak, azokra ez hatni fog. Oké. Hát még talán annyit szeretnék mondani, hogy tehát az árulásnak van egy rendkívül
Ez egészen elképesztő. Nem tudom, hogy fogok-e még beszélni, vagy biztos, valószínűleg fogok beszélni róla, de hogy milyen formában, azt még nem tudom. De tehát van egy konkrét ember, aki gyakorlatilag egy olyan szintű vendettát hirdetett velem szemben, és ő még csak nem is volt hites, vagy semmi ilyesmi. Volt, hogy mondjam, volt a pereménő, meg volt a hídgyülekezetnek, stb. A vonzás körzetében, de és ráadásul ez egy olyan ember, akinek nagyon nagy respektje van, úgymond a hídgyülekezet, nem mindenki, de sok ember nagyon respektálja, a Rostás Zoli is, meg sokan, meg a, még talán az Iványi Gábor is, meg a Bartus Laci, ő már talán kevésbé, de nagyon-nagyon respektálják őt, a gyülekezet ellenes, tehát a hídgyülekezet leleplezése, meg az ottani hamis tanításoknak a leleplezése terén végzett tevékenységéért, és ez az ember gyakorlatilag egy keresztes hadjáratot hirdetett ellenem. Mi a bűnöm? Következő. Az, hogy felismertem, tehát foglalkoztam ezzel, és felismertem, vagy mondjuk akkor így, hogy ne kelljen külön igekötőket használni, tehát, vagy minek hívják. Tehát kutattam, és közzétettem az oltásokkal kapcsolatos információkat. Kutattam és közzétettem a bibliai kozmológiával kapcsolatos információkat. Ennyi. Ez a két bűnöm. Ja, és a harmadik természetesen az az, hogy azokkal az emberekkel, akikkel nem tudtam erről beszélni, és ők engem ezügyben gúnyoltak és lekicsinyeltek, azokkal az emberekkel megfelelő próbálkozások után megszakítottam a kapcsolatot. Ez a bűnöm. Mert egyszerűen úgy voltam vele, hogy egy olyan ember, aki nem hajlandó ezekkel foglalkozni, és úgy kicsinyel engem, és úgy gúnyol engem, azzal én nem szeretnék kapcsolatban maradni. Tehát én azzal szívesen kapcsolatban maradok, aki ugyan lekicsinyel, meg gúnyol engem, rendben van, de közben azért valamilyen szinten fönnmarad valami párbeszéd közöttünk, és hajlandó foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket én prezentálok számára, az én ilyen emberekkel kapcsolatban látok esélyt. De aki ex-katedra, vagy nem ex-katedra, de határozottan megmondja, hogy ő már pedig nem fog ezekkel foglalkozni, mert ez baromság, tehát egyfelől lezárja ezt a izét, hogy ő már tud mindent, és nem hajlandó velem ezekről beszélni, viszont engem gúnyol, meg lekicsinyel ez ügyben, hát az a kapcsolatban szólom, hogy miért maradjak ez az ember a kapcsolatban. Ez nem igazi kapcsolat. Ez nem barátság. És akkor ezekkel az emberekkel lezártam, nem sok ilyen volt, hozzáteszem. Ez a három bűnöm volt, ezek miatt olyan szintű, hogy mondjam, ezért, hogy megrágalmazott engem anyagi visszaéléssel, vagy anyagi inkorrektséggel megrágalmazott, belebegtette azt, hogy be fog bennünket árulni, föl fog jelenteni a brit hatóságnál azért, hogy el akarunk menekülni a családunkat, azért, mert támadják a családunkat, és szét akarnak bennünket szakítani, és ezzel le akarunk menekülni, emiatt föl fog bennünket jelenteni a brit hatóságnál, és most legutóbb meg az ügyben hőbörgött, hogy a Bartus Lacival úgymond föl, tehát hogy mondjam, elköszöntem tőle, és most már azzal fenyegetőzik, hogy a családom láthatja ennek izejét. A családom láthatja ennek kárát. Így. Ez egy magát kereszténynek nevező ember. Ezek a bűneim, megismétlem, hogy az oltásokkal kapcsolatban és a bibliai kozmológiával kapcsolatban kutattam, és ezeket a kutatásaimnak az eredményeképpen megosztottam azt, amit tanultam. Azoknak egy részét. Gondolatébresztőként alapvetően. És hogy azokkal az emberekkel, akik ettől elzárkóztak, hogy ugyanezt megtegyék, mint én, viszont engem gúnyoltak, azzal a néhány emberrel egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hány ilyen van körülbelül, azokkal megszakítottam, lehet, hogy kettő végül is, lehet, hogy éppen több, mint öt, megszakítottam a kapcsolatot. Amihez jogom van, mindenkinek joga van. És én is csak elmondom azt, amit én tudok, ők is elmondják, és kúnyoltak mindenhol, mindenféle fórumon, meg lekicsinyeltek, de ők azok, és ez az ember az, aki úgymond úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ezt az évét tette, úgymond küldetésévé tette, hogy engem. Ja, és mindenkinek, amikor bajba voltunk és segítséget kértem, akkor mindenféle fajta embert, aki csak tudott, megkeresett, hogy lebeszéljen arról, hogy segítsenek nekünk ebben a nehéz helyzetben. Mindenkire rábízom azt, hogy ezt eldöntse, hogy,
hogy szerinte az ilyen ember az egyáltalán nem az, hogy keresztény, hanem egyáltalán embere vagy sem. Ja, és természetesen, amikor megpróbáltam vele beszélni, és megpróbáltam fölvenni a kapcsolatot, és megpróbáltam fölhívni, akkor nem, akkor kinyomott, nem vette föl. De folytatta az én rágalmazásomat tovább is. Gyerekek, meg van ígérve ez nekünk, hogy el fog árulni, el fogják az emberek árulni egymást. Szóval én ilyet még nem láttam. Ilyet még nem láttam, mondom őszintén, és nagyon-nagyon váratlanul ért engem ez való. Én ez az emberek teljesen bizalmas izébe voltam, rengeteg tanácsát megfogadtam, stb. Olyan dolgokat is megtettem, úgymond, amit egyébként nem tettem volna meg, csak az én merő megkért rá, stb. Ami elvi alapon úgymond nem lett volna kedve, nem tartottam jó ötletnek, de megtettem azért, mert ő mondta, hogy ezt kéne csinálni, stb. És abszolút a bizalmamba fogadtam minden szempontból, stb. És ha akarnám, én is megtetném azt, hogy nagyon kiszúrok vele, hogy megosztok róla olyan információkat, amiket ő nem szeretne, mint ránézve rendkívül zsenás lenne, meg kellemetlenséget tudna neki okozni. De nem fogok lealacsonyodni erre a szintre, nem leszek ilyen, nem leszek olyan, mint ő. Csak azért mondom, gyerekek, hogy tudjatok erről, hogy sajnos erre számítani lehet. És ezt nem az én egyedüli élményem, úgymond sajnos, mások is beszámoltak erről, hogy még hogyha van annyi hely a telefonom, nem tudom, hogy van-e, de annyit el szeretnék mondani, hogy azt írja a Biblia, hogy az utolsó napokban a hazugságnak minden erejével, meg izével, tehát csodákat fognak tenni. A gonosz oldal, a fenevad, stb. A proféta, stb. Ezeket csodákat fognak tenni, konkrétan. Tehát erő megnyilvánulások lesznek. Tehát az nem érv, gyerekek, az nem érv a hogy mondjam, az eretnekség mellett, úgymond, vagy bármiféle olyan dolog, amiből a Bibliában nem látsz se mintát, se felszólítást, és te emellett kardoskodsz, az mellett az nem érv, hogy de hát ezen az oldalon erő van. Az erő, megnyilvánulás önmagában az nem legitimál semmit. Semmit. Az ugyanúgy szárazhatat. Gondoljatok, emlékezzetek Mózesre, meg Jannesre és Jambresre. Azok egy jó darabig meg tudtak mindent csinálni, amit Mózes is megcsinált. Tehát csak azért, mert látsz egy erő megnyilvánulás, meg látsz valami erődemonstrációt, az nem jelenti azt. Nem az erőt kell keresni, gyerekek. Először is. Tehát a megcsaláltatás ellen az erő megnyilvánulás, az téged nem olt be. No pun intended. Tehát nem olt be téged, nem vagy védve, mondjuk akkor így, nem vagy védve a megcsaláltatás ellen akkor, hogyha azt tekinted bizonyítéknak valami mellett, hogy benned az milyen érzületet okoz, milyen érzést okoz, tehát milyen, hogy milyen átélést igen, okoz benned, illetve hogy milyen erőteret érzékelsz, vagy hogy mit. Hát csak szeretném, hogy világos legyen. Jó? Tehát, hogyha megcsaláltatással, az utolsó időknek a megcsaláltatásával szemben fölvértezve akarsz lenni, akkor felejtsd el azt, hogy az érzéseidre, meg az erő, hallgatsz meg, hogy az erő megnyilvánulások, és a többi, hogy az látod-e vagy sem. Nem ez lesz az elsődleges. Nem, ezzel pontosan azt lehet majd elérni, hogy ezzel fognak becsapni rengeteg embert. És ez egyébként szerintem úgymond az egész ilyen pünkösdi, karizmatikus, tudom, hogy ezt sokan azt mondják, hogy ez nem ugyanaz, egyetértek, rendben van, de ennek az egész úgymond, tehát az a talán a William Branham óta, meg lehet, hogy már korábbról is, de rengeteg ilyen hogy mindenféle erő megnyilvánulás, vagy mit tudom én, azóta ez az egyik legnagyobb probléma. Ez egyik legnagyobb probléma, hogy tömegméretekben csatornázta be például a római katolicizmusba ezt az egészet, azért, mert a doktrinális tisztaságról, meg az Isten igének a tisztaságáról, úgymond, meg az Isten igének a követéséről, meg Jézus parancsainak a követéséről elvonta az emberek figyelmét, és elvitte az emberek figyelmét az átélésekre. És az átélések szubjektívek. Az erő megnyilvánulásoknak a forrása nem feltétlenül leellenőrizhető ott akkor. Viszont azt leírja a Biblia egyelőre egyértelműen, hogy mik a szellemnek a gyümölcsei. És a szellemnek a gyümölcsei. És Jézus is megmondta, hogy mik azok, tehát hogy azt mondta, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát meg kell nézni azt, hogy mik a gyümölcsök. Jó? És ez nem az, hogy
hogy maguk az emberek ott akkor mit élnek át, úgymond, milyen érzületeket, meg mit tudom én, élnek át, meg milyen természetfeletti megnyilvánulásokat látnak az Isten tiszteleten, az, hogy a személyes életükben aztán később, meg milyen hatással vannak úgymond a környezetünkre. Tényleg az van, hogy tanítványokat tesznek-e minden népeket, meg tényleg sokakat az igazságra vezetnek, vagy pedig az egész valami teljesen másról szól. És összefekszenek aztán mindenféle, tehát a szellemi és a fizikai, hogy mondjam, paráznaság gyakorlatilag, és házasságtörésről szól utóan az egész életük gyakorlatilag. Hozzáteszem, én is, amikor még a hídgyülekezetének a aktív híve voltam, én elestem ezekben konkrétan, és majd lehet, hogy fogok erről is beszélni. De ezt is utólag kellett megértenem, és mások vezettek rá, hogy egyszerűen a hídgyülekezetében való bemaradásnak egy idő után gyakorlatilag a szükségszerű velejárója lett az, hogy az embernek egyszerűen elkezdtek olyan rendkívül erős, ilyen parázna, ilyen vágyai fölkunkorodni, ami abból fakadt, ami szellemitőről fakadt konkrétan. És ebben benne volt szerintem ez az egész dolog, ez az egész őrjöngés is, meg mit tudom én, mert ez is rendkívül, egy ilyen rendkívül szexuális töltetű volt az egész, kezdettől fogva. Hát én emlékszem, amikor konkrétan emlékszem most azt, hogy egyszer az, hogy a Dobi Sanyinak oda tartotta a szájába a Sándor a mikrofont, és hát olyan mozdulatokat tett az ember, meg olyan hangokat adott ki, ugye, hát én akkor már bőven egy ilyen, hogy mondjam, nekem akkor volt már egy rendes pornófüggő múltam. És ilyen hangokat én nem hallottam. Nem hallottam csak ilyen filmekben, meg csak ilyen videóban. Nekem volt kellemetlen. És ott néztem, hogy mikor veszi már el a szájától azt a mikrofon, mert ez tiszta ciki. Hát ott itt nyögött meg, meg mit tudom, meg közben olyan mozdulatokat tett meg, mit tudom én. Hát mondom, mintha éppen ott a, nem akarom mondani, ott kényeztette volna valami hölgy éppen azért rendkívül tehetségesen. És mindez egy istentisztelet közepén. Én nem gondolnám azt, gyerekek, ítéljétek meg, de én nem gondolnám azt, hogy a Szent Szellem az ilyesmit okozott volna meg minden, hogy az embereket így kvázi megalázza, hogy nyilvánosan tényleg ilyen hangokat adnak ki, meg ilyen módon viselkednek, meg mit tudom én. Hát ugye rengeteg hölgy is, meg minden, hát olyan hangokat adott kellandóan, mint amire azt szokták mondani, hogy orbitális orgazmus körülbelül. Na, csak mondom, tehát, hogy mindegy. Hagyjuk ezt az egészet. Nagyon sok dologgal kapcsolatban, nagyon-nagyon vissza kell térni, úgymond az tényleg az írásnak a tisztaságához, meg minden, és akkor onnan újra lehet a nulláról kezdeni körülbelül. Azzal kapcsolatban, ami most ez az új világra, meg minden, meg ami most itt történik, meg mit tudom én, gyerekek, megmondom nektek az egészen őszintén, hogy csak tapogatózok én is, és nem vagyok biztos abban, hogy mi itt a megoldás, meg minden, mit kellene csinálni. Ötleteim vannak, de nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik. Mert ugye most akkor kimenjünk az erdőbe, vagy hogy az ember építsen a kertjébe, itt tudom én, egy bunkert, meg a háza alá, mint a John Wick-be, vagy mit tudom én, tudjátok, hogy a beton le van betonozva, és akkor föltöröd a izét, és akkor előveszel egy rendes ilyen fegyverizét, szekrényt kvázi, stb. Tehát én nem tudom, gyerekek, tényleg nem tudom, hogy mi a megoldás. Tehát, hogy úgy kell berendezkedni, mint a izét, tényleg, hogy el kell menni Közép-Ázsiába, és akkor be kell rendezkedni halász-vadász gyűjtögető életmódra, vagy pedig meg kell próbálni házialatokat tartani, amíg nem dörömbölnek a megfelelő szervek az ajtódon, vagy a kapudon, hogy most pedig lemészároljuk ezeket mind, mert ilyen-olyan meg influenza van, és a biztonság kedvéért, aztán utána óvod meg, ahogy bírod. Ilyen volt már ilyenekre példa. Az ellenállásnak is, hogy milyen formáját kell választani, azban sem vagyok teljesen biztos, ez lehet, hogy majd egy következő kutakodásnak, meg bibliai értelmezésnek a tárgya lehet, hogy a múltban milyen eszközöket választottak a hitnek a hősei például, de azt elmondanám, hogy a hitnek a hősei között igenis voltak ilyenek, akik konkrétan az állami önkénnyel szemben vannak elénk állítva, mint a hitnek a hősei, az állami önkénnyel való szembeszállásuk miatt konkrétan, mint például Mózesnek a szülei. Meg volt. Ki volt adva az állami parancs, ugye? Ki volt adva az állami parancs, hogy mit kell csinálni az új ajzékkel, a fiú gyerekekkel? Ez volt a törvény. Ez volt a törvény. Ugye? Ez volt a törvény. Miért nem engedelmeskedtek? Pedig megvan írva, hogy minden ember engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságnak. Akkor hogy a francban van ez, hogy föl van sorolva hithősei között a Mózesnek a szülei, hogy elrejtették a gyereket?
hogy ellenálltak a fáraó parancsának. Elgondolkozni, Bélány. Na jó.